Üdvözlök mindenkit! Most értem haza az Angyali Menedék kiadóból, és megvettem a Szédírnek a könyvét, a Varázsnövénytant. És megígértem a kiadónak, hogy csinálok belőle egy ilyen kicsomagolós videót, és elmondom, amit erről a könyvről tudok és gondolok. Én ugye az okkultizmussal, a rejtett tudományokkal igen behatóan foglalkozom már elég régóta, és még elég sokáig fogok szerintem ezekkel foglalkozni, és magyar nyelven meglehetősen szűkösen érünk el bármiféle okkult anyagot, vissza mondjuk 1870-ig, amikor is az első magyar nyelvű az újabb koriban megjelentek. És magával a növényekkel nem foglalkoztam, az utóbbi években ugyan az esszenciális olajok felé nyitottam, és nagyon érdekes dolgokat fedezek fel ott is, de ez egy egészen új dolog, ami így szembe jött. Szedírről annyit tudok, hogy bár elég fiatalon, 55 évesen hunyt el, de a francia beavatottak, okkultisták, talán a köművesek, nem tudom, tehát mindenféle titkos rendnek tagja volt, és ami sokkal fontosabb, és szerintem ez a legérdekesebb része, hogy ez nem egy médiumi anyag. Ez nem egy Harry Potter mesesorozat, ez nem egy spirituális regény, hanem ez egy lexikon. És bár 120 éve jelent meg ez a könyv eredeti először, én nem is tudom, magyarul szerintem nem is jelent ez még meg. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez most itt van, kemény táblásan és nagyon szép kivitelben. Láttam a boltban egy kibontott példányt, ezért már volt a kezembe egy, de, ja és... nagy szerencsémre megkaptam a 7-es kedvenc számomat, úgyhogy ez egy sorszámozott könyv, és gondoltam, akkor most bele is nézünk. Szóval a Varázsnövénytan sorszámozva, Angyali Menedék 2023. És ami miatt ez érdekes, hogy a könyv elég vastag, 400 oldal, és ebből az első 100 oldal maga egészen idáig az a tudományos rész, ami beszél az étkezésről, a növény növekedésének mágiájáról, a növénymágia, fitoterápia, a növény fiziognómiája, fitogenezis, fordító előszava, stb. Ugye itt van asztrológiai vetület, ez én tanultam több iskolában is asztrológiát, tehát legalább ezt a részét érteni fogom, de a második rész, ami sokkal vastagabb, az pedig egy A-tól Z-ig egy gyógynövény ABC, ami azért érdekes, mert ott van mindegyiknek az okkult tulajdonsága is. Tehát nem elég az, hogy mondjuk a sártök, vagy a sárgaviola, vagy a sasfa, megtudom, hogy mi az uralkodó bolygója, meg milyen állatovi jegyhez tartozik, hanem hogy az okkult tulajdonsága szerint mondjuk a sasfáról azt írja, hogy az úgynevezett gyantát termel, amelyből a parfümkészítők, a sasfa főzete megkönnyíti a fogamzást. Jó, ebben okkultista vetületet még nem találtam, de sártök, más néven keserű alma, keserű uborka, sivatagi tök, stb. Epehajtó gyulladás, gyümölcse egy kerek méretét és megjelenését tekintve narancsra emlékeztet, számos magja, könnyű, szivacsos. Egyes alkimisták és hermetikusok az arab handal vagy handel néven említik, tisztítószerekbe használják. Itt még nem kaptunk okkultista vetületeket. Amuletként viselve előzi az epilepsziát a mezei üröm és Szent Vitus táncot, más néven Sydenham vírus, Vitus táncot. Ha lakásban talizmánként felakasztják, védelmet nyújt a rossz indulatú varázslatoktól, villámcsapásoktól. Na most ilyen vetületeket általában gyógynövény szakkönyvekben nem kapunk, úgyhogy van ennek igenis okkultista oldala. És hát itt van benne 300 növény. Ami azért érdekes, mert mint mondtam, ez egy szakkönyv, ez nem olyan, mint a Voynich kézirat, amit szintén birtokomban tudok, de azt ember nem fordította még le. Tehát senki nem tudja megfejteni a Voynich kéziratot, egy fél ezer évvel ezelőtti rejtett, titkos tündérnyelv lehet, amit ember nem tud, sőt már tündér sem tud elolvasni. De ez csak egy feltételezés, mert mondom, élő ember nem fejtette meg, azért adták ki a Voynich kéziratot. Abban gyönyörű rajzok meg növények mindenféle vetülete van, de ez nem az. Ez egy leírt lexikon.
Úgyhogy ez egy komplett rendszer, amiben nem lehet csak úgy beleugrani, mint mondjuk az asztrológiába, hogy na most csak a Merkurt megtanulom, meg csak az ötös házat megtanulom. Tehát itt sem elég az, hogy fölcsapom, hogy mi való a hashajtásra, meg mit tudom én, mert azt meg lehet nézni egy egyszerű gyógynövény szakkönyvben is. Itt inkább az okkultista külső hatások lesznek érdekesek, és ha még megnézünk táblázatokat, akkor itt, mint mondtam, a kiadóban már megnéztem egy példányt, ott olyan neveket találtam, amit egy az egyben a Harry Potterben is elhangzanak, tehát ilyen gyökér, olyan gyökér, most nem tudom hol volt. A lényeg az, hogy ugye a Harry Potter az egy médiumi anyag, de abban is nyilván ezek a részek, amikor a gyógynövényeket keverik, és akkor különböző mágikus képességeket szereznek ezáltal, azt nyilván valahogy bepontosították utólag, vagy lehet, hogy így volt maga a médium anyag, de ezek egy-egy esetről van szó. Itt viszont maga a komplett szakkönyv itt van, és azt gondolom, hogy ez egy olyan könyv, amit érdemes feltenni a polcra, mert megtanulmányozni, mert például az oroszoknál 1909-ben adták ki először ezt a könyvet, és azóta folyamatosan újra nyomják. Tehát szakkönyv, és végre itt van magyarul. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, mint ahogy engem például érdekel, de mint mondtam, nem feltétlenül az, hogy most hasfájásra, meg fülfájásra mit vegyek be, hanem hogy az okkultista vetületei hogy működnek, és hogy kapcsolódnak az energiákhoz. És ami még eszembe jutott, hogy az fontos, hogy ezek nem olyanok, mint a kristálykoponyák, ami egy darab kő. Nem olyan, mint mondjuk egy Guru Rinpoche beavatás, ahol egy rezgésbe beleáll az ember, vagy megidéz, hanem ezek növények, amit ha megfogok a kezembe, meg tudok enni. És nyilván aki ért a gyógynövényekhez, az tudja, hogy milyen holdállásnál kell leszedni, milyen eszközökkel kell leszedni. Tehát itt már bejön az étkezés. Bejön az étkezésnek a minősége, mennyisége, ritmusa, stb. Okkult kertészet írja ez a fejezet. Úgyhogy nagyon izgalmas egy könyv, és kicsit rá is zoomolok erre a kicsomagolós videóra. Gyógynövénytan, exoterikus fitoterápia, levegporok, főzetek, magisztériumok, eszenciák. És akkor van egy komplett fejezet a táplálkozásról. Hogyan kell étkezni? Kezdő vegetáriánusoknak tanácsok. Úgyhogy kapcsolódik a növény illata, milyen égitest, milyen a növény mérete, milyen planetáris tulajdonságokkal bír. Úgyhogy ez egy komplett tudomány, és ami a jó benne, hogy ez a figura, aki ezt 20-valahány évesen kezdett hozzá, és 30 éves korában írta meg, ez a főműve, mert 20 könyve van egyébként ennek a Szedírnek, akiről itt van egy fotó is, talán rá is tudok kicsit zoomolni. Úgyhogy hát ennyi. Meghalt 1926-ba, és mindenféle okkultista rendnek volt a tagja. Sorszámozott, különleges kiadás, úgyhogy gratulálok a kiadónak, mert manapság nem olcsó egy ilyet előállítani, és ez nyomdai minőségben van, tehát nem egyszerű fénymásolat. Fűzve oromszegővel, ahogy azt kell. Úgyhogy, és megvan a hetes példány. Úgyhogy ennyi lett volna. Akit ez a téma érdekel, keresse az angyali menedékben. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó könyv, és vannak okkultista betületei, tehát amiből az ember tovább tud menni. Valahol az előszóban az is benne van, hogy érdemes minden egyes növényre rámeditálni. Tehát megérteni, megismerni, és megérezni, hogy az mit csinál, hogy működik. Aztán a többi már megy magától. És ami nagy előnye a Voynich kézirattal szemben, hogy ez értelmezve van. A Voynich ez csak gyönyörű, szép, abszolút kuriózum, de senki nem tudja, hogy mi az és mit jelent. Úgyhogy varázsnövénytan Paul Szedír, ami egy felvett név, nem a valódi neve.